Sziasztok! Azért jelentkezem videóban, mert nagyon sok mindent szeretnék megmutatni, illetve megköszönni nektek. Rögtön az elsővel kezdem. A Csajok 2 című regényemet elővételben a webshopunkban több mint 1200-an vettétek meg, úgyhogy biztatok bennünk, meg biztatok a webshopban, meg abban is, hogy be fogom fejezni, mert amikor elkezdtük előrendelhetővé tenni, akkor én még ezt írtam, illetve hát a végén tartottam. Úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm, ez egy hónappal ezelőtt történt, és hát azóta ott tartunk, hogy szerintem ma már elérjük az 1700-at a webshopban eladottként, és hát most már a boltokban is kint van a könyv, ott így szólóban vásárolhatjátok meg a könyvesboltokban. Remélem kikerül hamarosan az Osamba is, és hát a Libri, Lira és egyéb könyvesboltokban megtaláljátok. A webshopunkban pedig ugye azt már tudjátok, hogy volt kis csomag, nagy csomag, ilyen csomag, olyan csomag. A szólóban is meg lehet venni, de akkor adunk mellé ajándékban két új fejőséves könyvjelzőt, illetve meg lehet venni ilyen kis csomagban. És hát ez a Kaktusz, bár ezt már sokan olvastátok, ez egy limitált, exkluzív novella ismét, egy vali új, ez jár mellé a kis csomagban. És hát a nagy csomagban, pedig az egyikben a Nápolyi vakáció van, bár szerintem az már eléggé fogyóban van, ami olyan nagy csomag, a másikban pedig a álnéven írt Szélhámos játszma című Sidney Scott regényem is ott található, meg persze a novella. Na, szóval azt szerettem volna nektek megköszönni, hogy a Csajokban és bennem is így bíztatok. És hát azt meg kell mondanom, hogy amikor ez először megjelent az első rész, ez volt az első kiadás, emlékeztek még rá az Ulpiuszos kiadásra? Igen, ez volt a 2009-ben, 10 évvel ezelőtt jelent meg, és hát sokan mondtátok, hogy ez egy bátor könyv, és elmeséli a problémáinkat, problémáitokat eléggé nyíltan. Akkor ez a könyv, ez az én fejemben nem állt össze könyvé, ezt már többször elmondtam, hogy én nekem ez egy olyan furcsa dolog volt, mert csak ilyen szösszeneteket írtam az akkori honlapomra, és aztán meggyőztek a kiadóban, hogy érdemes ebből könyvet csinálni, és nagyon nagy forradalom volt, ezt legalábbis én úgy érzem számomra, mert nagyon sokatok kezdte ezzel egyáltalán az olvasást, mert voltak, nyilván a fiatalabbak, a legfiatalabbakról beszélek, akik a kötelező olvasmányokból kilépve úgy érezték, hogy nem szeretnének könyvet olvasni, és amikor találkoztak a Csajokkal, akkor megváltozott a véleményük, és egyre több könyvet vesznek nem csak tőlem, hanem más szerzőktől is, úgyhogy ez számomra egy nagyon nagy siker. Később a saját kiadómban, már az Eravanban kiadtam a Csajoknak az új kiadását, úgyhogy ez tulajdonképpen egy, hát akkor is azért elért sok új olvasóhoz, sőt volt, aki azt írta nekem, hogy amikor ezt először elolvasta ezt a kiadást, akkor még csak 13 éves volt, és titokban kellett olvasnia, azóta felnőtt. Vagy hát legalábbis már nem kell titokban olvasni a folytatást. Most kerül ki, most a napokban került ki a boltokba, úgyhogy kíváncsi vagyok rá, hogy mit szóltok. Ugye a történetről sokan tudjátok, hogy Görögországban játszódik, Tasszos szigetén, ahol én is ilyen barátnős nyaralásban vehettem részt, Kata a barátnőm jó voltából, aki Tasszoszon a saját házukban tölti a nyarat, meg a tavaly nyarat is ott töltötte két gyerekkel, és hát nem mindig van ott a párja, és amikor nem volt ott a párja, akkor egy ilyen barátnős nyaralást szerveztünk, úgyhogy persze Linda is jött velem. Ez a különlegesség egyébként, hogy Tasszoszon játszódik a könyv, és ott is írtam a befejezést, úgyhogy néhány valós karaktert is megemlítek benne. Ez azért jó, mert majd figyeljetek az oldalamat, hogy fogtok találkozni ezekkel a húsvér szereplőkkel fotón is, és hát el fog jutni hozzájuk természetesen a könyv is, bár valószínűleg nem fogják tudni elolvasni. Tehát én azt szeretném megköszönni, hogy az
iciri-piciri eravan.hu webshopunk, az ilyen nagyon nagy eladást tudott felpörgetni tulajdonképpen egy hónap alatt, úgyhogy bíztatok bennünk. És ez nekem egy nagyon fantasztikus dolog, hogy még tényleg írtam a könyvet, és ti tudtátok, hogy lesz befejezés. Jó, azért azt hozzáteszem, hogy ez a 30. könyvem, tehát azért gondoltam én is, hogy be fogom fejezni, de nagyon jó, hogy ti is így gondoltátok. Amit még megmutatok ebben a videóban, ugye sokan tudjátok, hogy Sidney Scott én vagyok. Sidney Scott álnéven egy nagyon könnyed regénysorozatot írtam. Ez eltérően a többi regényemtől, a Csajokat nem sorolom ide, mert a Csajok szerintem ugye nem regény, a műfaja nem regény, de a regényeimtől eltérően ezek egy szálon játszódnak ezek a könyvek, és nagyon könnyed, nagyon romantikus, nagyon szerelmes, nagyon vicces. Aki eddig olvasta, és tulajdonképpen azért is vállaltam be jó részt azt, hogy ezt tényleg én írtam, mert aki eddig elolvasta, mindenki megőrül a folytatásért. Imádjátok, én imádlak titeket, itt a folytatás, a Szélhámos szerelem második része a Szélhámos játszma. Nagyon sokat lehet rajta nevetni, én is végig nevettem, amikor írtam. Nagyon-nagyon sokan kérdezitek, hogy akkor mikor jön a harmadik rész, a Szélhámos eskü. Hát annyit tudok mondani, hogy most a Margaritát írom, ami egy regény, egy izgalmas, krimis, fejősévás regény. Ennek a megjelenését télre, novemberre tervezem, és hogyha ha belefér még, akkor, mert ezek nagyon gyorsan születnek ezek a könyvek, ezek tényleg ilyen, hogy mondjam, tehát így esténként, amikor ez olyan, mintha olvasnám, csak éppen írom, és annyira, annyira viccesnek tartom, hogy születik egy történet, és egyre vadabbul, meg szabadabban belengedhetem magam. Főleg Sidney Scottként tehettem ezt meg, mert ugye azért vannak felém olvasói elvárások, és hát néha Fejős Évaként elgondolkozom, hogy na, akkor kicserélek egy szót. Itt nem gondolkozom soha azon, hogy szót cseréljek, vagy bármit ebben. Tehát ez tényleg úgy kiszakad, és kész. Úgyhogy az első részt azt 3 hét alatt írtam, ezt bevallom. A második az lassabban ment, de hát ott körben 2 könyvet írtam nagyjából egyszerre, a Csajok 2-t meg a Szélhámos játszmát. Úgyhogy a Szélhámos esküjén én azt mondom, hogy vagy kijön karácsonyra, vagy nem. Ha nem, akkor szerintem januárban fog megjelenni, de most itt a Csajok 2, és mondom, van hozzá limitált kiadású novellánk is az Erawanhu webshopunkban. És hát most pedig a Margaritával megint egy olyan, hogy mondjam, számomra is nagyon izgalmas témába vágtam bele, egy lány, aki egy este teljesen józanul, de azért mégis egy kicsit felpörgött állapotban mindenkinek megmondja, hogy mit gondol róla, mindenkinek a szemébe vágja az igazságot, vagy megírja, és hát másnapra elég rendesen felfordul az élete, így indul a könyv, és lesz benne egy nagyon klassz egzotikus utazás is, ami a főhősnőmnek, Zorkának nem csak simán egzotikus, hanem igen sok veszélyes kalandot is rejt, izgalmat és menekülést. Na mindegy, majd az ügyre egyszer visszatérek a következő videóban, úgyhogy most ezt szeretném nektek megköszönni, hogy a Csajok 2-vel újra találkoztatok. Sokan már írtátok is, hogy mennyire jó, ahogy kiszakított titeket a hétköznapokból egy kis könnyed sztori. Strandon is lehet olvasni, elolvasol egy fejezetet, és utána leteszed, szerintem erre is nagyon jó, utána elmész egyet fürdeni, aztán visszaszállsz bele. Na, még lesz majd mondani valam a következő videóban. Sziasztok! Köszönöm, hogy itt voltatok!